Kedves budapestiek! Az elmúlt hetek karanténba zártságát követően valamennyien vágyunk vissza a friss levegőre. Lehet ugyan, hogy a vírus múlófélben van, de továbbra is vigyáznunk kell egymásra, kerülnünk kell a tömegeket és a csoportosulást. A főváros vezetése ezért úgy határozott, hogy megnyitja a kerékpáros és gyalogos forgalom a pihenni vágyó budapestiek előtt Európa egyik legszebb rakpartját, a Pesti alsó rakpartot. Szombat hajnaltól vasárnap késő estig várjuk itt a pihenni vágyókat. Fontos, hogy a koronavírus előírásokat itt is betartsuk. Kerüljük a csoportosulásokat, igyekezzünk egymástól másfél-két méteres távolságot tartani. Kerékpárosok és gyalogosok vegyesen fogják ezt a területet használni, ezért kérem, hogy vigyázzanak egymásra. Igyekezzenek balesetmentesen közlekedni, ennek érdekében a kerékpárok maximum 10 km/h sebességgel közlekedhetnek. Vendéglátóhelyek továbbra sem lehetnek nyitva, és mivel közterületről van szó, ezért a szeszes italok fogyasztása is tilos. Kérjük az ide látogatókat, hogy nagyon vigyázzanak a rendre, és ne hagyjanak maguk után szemetet. Arra is kérem a budapesti polgárokat, hogy a rakpartra lehetőleg ne gépjárművel látogassanak ki, hanem tömegközlekedéssel, gyalog vagy kerékpárral közelítsék meg a rakpartot, hogy így kerüljük el a fölösleges zsúfoltságot. Kívánok minden budapesti polgárnak nagyon jó hétvégét, érezze magát jól a friss levegőn, lehetőség szerint a frissen megnyitott rakparton, amelyen egyelőre programok még nem várják őket, de a nyár második felében korábbi terveinknek megfelelően erre is sor fog kerülni. Vigyázzunk egymásra, lassan túl leszünk ezen a válságon is.